gyermekkorom egyik úttörő dala jut eszembe elnézve ezt a NHL 06-ot, akkor azt énekeltük, hogy ha szép az élet, zeng az élet, stb. Zeng az ének. Ha úttörőnek lenni, jaj, de jó. Ebben az esetben viszont játéktesternek lenni nagyon jó, ugyanis az NHL 06-tal én már játszhattam. Ez a felvétel egyből az első meccsről készült, amit a gép ellen volt szerencsém lejátszani. És ez az előbbi túlütés, amit láttatok, ez már is egy extra speciális új skill, az úgynevezett skill stick eredményét mutatta be. Ez a jobboldali analóg joypaddal lehet ilyen extra emeléseket, extra mozdulatokat végrehajtani. Vannak olyan játékosok, akik például láb között tudnak egy korongot elütni, vagy egyéb más olyan extra ütéseket tudnak a skill stick segítségével végrehajtani, amelyet az előző NHL-ekben nem lehetett. A másik nagyon nagy újdonság, amit nem tudom, látni fogunk ezen a mérkőzésen, biztos, hogy előbb-utóbb látni fogunk, csak felhívom rá a figyelmeteket, az amikor a játékosok hirtelen irányt változtatnak, és a jégen nyomot hagyva szétspriccelve a jeget, ilyen hát gyors fordulást hajtanak végre. Majd igyekezünk olyat is mutatni, vagy igyekszem olyat is mutatni, bár most Isten igazából a kapusomnak a tudását volt szerencsénk tesztelni, és utána az alapvető jégkorongos elemet bemutatni, hogyha nagy bajban vagyunk a kapu előtt, akkor bizony egy gyors tűlítéssel kell segíteni. Most viszont bemutattunk egy jó szerelést, a visszakorcsolyázó back gond nélkül szerelte a sztárjátékost. Én egyébként a Linköping csapatával játszom, amiben a Finn Peltola épp most lövi a harmadik gólunkat ezen a mérkőzésen. Az ellenfél ugyanis levitte a kapust még 2-0-ás állásnál a harmad vége előtt nem sokkal, hiszen ebbe a mérkőzésbe a harmadik harmadban 2-0-ás Linköping vezetésnél kapcsolódtunk be. És szerencsére meg is nyertük a meccset, hát az ellenfélnek ez borzasztó nagy szomorúságot, nekünk meg hatalmas nagy örömet okoz, mert hát Linköping az nem a legjobb svéd csapat, azért ezt valljuk be, egyébként svéd elit ligáról van szó. A harmadik gólt is szerző Mikko Peltola, a finn játékos lett a mérkőzés legjobbja, annak ellenére, hogy itt az összefoglalóban azért ellenfelünk elég sok kapura ütését láthatjuk, de azért a mi kísérleteink is beférnek. Itt van az egyik legérdekesebb dolog, itt az előbb láttátok a kapu mögül visszahúzott koronggal nagyon nagy veszélyt lehet okozni ebben az NHL-ben is, ha az ember megvárja, amíg a kapus elfekszik, hiszen szerencsétlen próbál hátrafelé figyelni, és nem tudhatja, hogy most passzolok a kapu elé vagy sem. Tehát ez az NHL 06, fogadjátok szeretettel!